Ezek az új autók még eladásra várnak ebben a nyíregyházi szalonban. Itt is naponta többen keresnek már használt helyet inkább új személygépkocsit. A gazdasági válság korábban megviselte az autópiacot is, azonban az új autók eladása ismét a 2008 előtti szinten van. Csak idén augusztusban jelentősen 45%-kal közel 13 ezer darabra emelkedett a forgalomba helyezett új autók száma az egy évvel korábbihoz képest Magyarországon, és csak az év első 8 hónapjában közel 96 ezer új személyautó kelt el. A tavalyi évben azt satszolták, hogy kb. 20%-kal fog nőni ugye a magyar piac, az autópiac. Ezzel tekintetben ugye 1-től 8 hóban ugye az látszik, hogy 31%-ot emelkedett, tehát 11%-ra úgymond túl teljesített az autópiac Magyarországon. Mi ennek nagyon örülünk, hiszen most már elérhetjük azt a számot, ami tényleg a válság előtti időszak volt, és hogyha ezt az ütemet tudjuk tartani, akkor akár 165 ezer darabos magyarországi forgalomba helyezést is elérhetjük, ami azért 2008 előtti időszak. A növekedés annak is köszönhető, hogy a gazdasági fellendülés pozitív hatásait már nem csupán a vállalkozások érzik meg, hanem a magánszemélyek is. Bérnövekedés történt, a befektetéseik ugye lejárnak, a megtakarítások, egyre több a bevétel, ráadásul arról nem beszélve, hogy most már a finanszírozók is fix kamatozású forint alapú finanszírozást biztosítanak az ügyfelek részére, és azért így megnyugszik a magyar gazdaság, szívesebben vesz fel finanszírozást, hitelt, és akkor ezzel tud kalkulálni, tervezni a jövőben. Bányácski Rita azt is elmondta, a vásárlók körében jelenleg a városi terepjárók a legnépszerűbb modellek. De nem csak az új személyautók eladása nőtt idén, hanem éves viszonylatban nőni tudott a kis haszonjárművek kategóriája is, mintegy 19%-kal, 20%-ot megközelítő növekedést értek el éves viszonyításban a nagy haszongépjárművek is, a motorkerékpárok forgalomba helyezése pedig tavalyhoz képest közel 41%-os bővüléssel nőtt 300-ra.